Mivel számoljunk október 30-a és november 5-e között? Egy viszonylag nehéz hét lesz, és nem amiatt, amit itt majd hallani fogtok, hanem mert most lesz Minden Szentek és Halottak napja. Egy csomó veszteséggel szembesülünk újra, és egy csomó fájdalom felelevenedik. De mi az, amire jó, ha odafigyelünk, vagy jót teszünk magunkkal, hogyha figyelünk rá? A fő inspirációnk, egy tudatos teremtő erőkártya, a döntés ereje. Hozd meg a döntésedet, hogy megkezdődhessen a teremtés. Vannak-e most döntéshelyzeteid? Lehet, hogy a között kell döntened, a legtöbbünknek most abban kell, hogy a múltat választod, vagy a jövőt. Hogy a múltban ragadsz, vagy a jövőt építed. Nem tudod egyszerre a kettőt. És van, hogy mindent el kell engedni bizonyos értelemben ahhoz, hogy a jelenben a jövőt tudjuk építeni. És van, amikor úgy van döntéshelyzetünk, hogy nem most kell döntenünk vagy lépnünk, hanem meg kell nézni, hogy vagyunk-e abban az állapotban, hogy döntsünk. Egy aikidós példát tudok mondani, amikor nekünk gurulni kellett, akkor egy csomószor itt nagyon-nagyon bevágtam, és fájt, oda csaptam magam. És a mesterem azt mondta, hogy Réka, egészen addig, amíg itt le nem érsz, nem vagy döntéshelyzetben. Akkor dönts, amikor döntéshelyzetben vagy. De aztán állj bele. Tehát tudni kell, hogy mikor vagyunk ott, hogy most döntök, hogy gurulok vagy nem gurulok, az utolsó pillanatig nem a döntéssel foglalkozom, mert nem vagyok még ott, de amikor döntéshelyzet van, akkor tudjak dönteni, és utána beleállni. De ehhez az kell, hogy döntésképes állapotban legyek. Tehát, ha úgy érzed, hogy minden összeborult, nincs se erőd semmihez, nem tudod, hogy mit tegyél, akkor először hozd magad abba az állapotba, hogy dönteni vagy lépni tudjál. Ez nem lehet a valóságnak az elkenése, a tudomásul nem vétele, a figyelmen kívül hagyása, de amikor eljutottál oda, hogy tudod, hol vagy, akkor meg kell nézni, hogy vagyok-e abban az állapotban, hogy most hozzak döntést, vagy most tegyek lépést. Ha nem, akkor lehet, hogy az a jó döntés, hogy először abban az állapotban hozod magad. De abban a tudatban, hogy tudod, hogy el fog jönni az az idő, amikor döntened kell. Remélem, így érthető voltam. Mi az, ami ehhez szükséges, ami visszatart? Már megint a ragaszkodás. Mihez ragaszkodsz még? Ne kapaszkodj semmibe, mert azt elveszíted. Mindig nézd meg, hogy a valamihez való görcsös ragaszkodással mit nyersz és mit veszítesz, és ha elengeded, mit nyersz és mit veszítesz? Lehet, hogy akkor könnyebb. De ha valamit nehéz elengedned, erős benned a ragaszkodás, akkor először fogadd el magadban, és nézd meg, hogy mi az, amihez valójában ragaszkod. Tényleg ahhoz a helyzethez, emberhez, pozícióhoz, vagy van mögötte valami, ami benyomódott nálad? Azután aktiváld a szeretet erejét. Ezen a héten ez főleg fontos lesz. Ha hallottál már engem, akkor biztos hallottad legalább egyszer tőlem, hogy a szeretet nem egy érzés, ami csak úgy jön vagy megy. Akinek van gyereke, az ezt pontosan tudja. Legutóbb idős embereknek tartottam előadást, és erről beszéltem nekik, és egy hölgy, hogy viszonylag halkan, de közel hozzám mondta, hogy az enyém már nem él. És kérdeztem tőle, hogy és ez segít? Elmúlt a szeretet? És mi, hogy nem. Akkor szerintem igazam van. A szeretet nem egy érzés, ami csak úgy jön, megy. Nem vándorolgat. A szeretet van. Soha nem lehet se túl kevés, se túl sok. A szeretet létezik. És a szeretet egy erő, amit aktiválni kell, amikor szükség van rá. És csak a szeretet az, ami a félelmet és ezáltal a ragaszkodást ki tudja vinni belőlünk. Tudod-e aktiválni a szeretet erejét? Ami azt jelenti, hogy a szeretet nevében
meg tudom tenni azt, ami szükséges. Akkor is, ha kényelmetlen, akkor is, ha fáj, a szeretteim érdekében lehet akkor is, hogyha nem vagyok cuki tőle. A szeretet semleges. Azt teszi, ami szükséges. Akkor tudjuk aktiválni a szeretet erejét, amikor a szeretet nevében cselekszünk. A fiamnak már van egy mondása, amit tőlem tanult. Tudom, anya, neked nem az a dolgod, hogy cuki legyél, hanem az, hogy egy sikeres, rendes, boldog és egészséges embert nevelj belőlem. És köszönöm, hogy ezt teszed. 10 éves, ezt már több mint egy éve megértette. Azért szeretek cukiskodni is vele, de van, amikor nem annak van helye. A szeretet egy erő. És ahogy Pál apostol is mondta, a szeretetnél nagyobb erő nincsen. Ha bármi fáj vagy nehéz, ez az, amibe kapaszkodhatunk, mert ez mindig bennünk van. És felejtsük el azt, hogy szeretem magamat. Én vagyok a szeretet. Ide lenne jó eljutnunk. A szeretet van. Még csak szeretnem sem kell magamat. A szeretet létezik, csak aktiválnom kell az erejét. Úgy, hogy törődök magammal, hogy a szeretet nevében teszek dolgokat magamért, másokért. Remélem, hogy ez így átment, mert ez, hát lehet, hogy külön videót. Biztos, hogy érdemel, lehet, hogy lesz is. Amit ezzel megteremtetünk, az az egyensúly. Eljuthatunk oda, hogy egyensúly teremtettél önmagadban és körülötted. Hát ezzel szerintem ezt meg is tudjuk tenni, és döntést akkor tudunk hozni, amikor egyensúlyban vagyunk, amikor a tengelyünkben vagyunk, a saját középpontunkban. Egyensúlyban vagyunk, nem dőlünk ki csak úgy balra-jobbra, amikor még így dölengélünk, az még nem a döntéshelyzet, mert elfúj az első szél, hanem amikor megvan az az egyensúly. Amikor megvan az egyensúly, könnyebb döntést hozni, és amikor gyakoroljuk a döntéshozást, könnyebb az egyensúlyt elérni. Ez így oda-vissza hat, de fontos, nem baj, ha rossz döntést hozunk néha. Egyszerűen azért, mert nincs rossz döntés. Nem tudsz hibázni, tapasztalni tudsz. Ha hozol egy döntést, és kiderül, hogy az nem az volt a jó irány, fogod magad és megfordulsz. De ha meg se hozod, ha nem hozod magad abba az állapotba, hogy döntsél, akkor folyamatosan kínlódni fogsz. És nem ezt érdemled, és nem ez a szeretet. Úgyhogy sok kitartást kívánok erre a hétre. Kívánom, hogy minél többször tud aktiválni és megérezni, hogy a szeretetnek micsoda ereje van, és hogy egyszer eljuss oda, hogy itt van a szeretet. Vagyis én vagyok a szeretet. És ezért mindig a szeretet nevében cselekszem, amikor egyensúlyban vagyok. Legyen szép heted!